Nem lesznek kétnyelvű utcanévtáblák Marosvásárhelyen. Dorin Flóriá polgármester szerint a hivatalos szabványtáblákra nem kerülhetnek fel magyar fordítások. A városvezető ellen feljelentést tesz a marosvásárhelyi RMDS. A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal által megrendelt új utcanévtáblák ugyanolyanok lesznek, mint az eddigiek. Dorin Flóriá azt nyilatkozta a sajtónak, hogy ezeken csak az utca vagy a tér szó lesz magyarul kiírva. Szerinte a hagyományos utcaneveket külön más táblákra ki lehet írni, ha akarják a magyar tanácsosok, de nem szabványméretben. A polgármester nyilatkozata megbotránkoztatta a marosvásárhelyi RMDS önkormányzati képviselőit. Amint a feladat füzetből nyilvánvalóan válik, hogy nincs kétnyelvű felirat, meg kell támadnak az igazgatási bíróságon. Hozzátette, feljelentést tesznek az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácsnál is a polgármester ellen. Arra, hogy Marosvásárhelyen továbbra sem lesz valós kétnyelvűség, a civil elkötelezettség mozgalom hívta fel a figyelmet. Bekerült a költségvetésbe, tehát ez egy teljesen lefedett közbeszerzés, azon túl, hogy a kétnyelvűség része nincs lefedve, mert nincs olyan tanácsi határozat, amelyre lehetett volna hivatkozni, amikor a formátumot és a formát eldöntötte a közbeszerzési pályázat. Tehát sajnos még szükség van vagy egy újabb határozatra, vagy valamilyen politikai eszközre. Mint mondta, a CEMO korábban már pert indított a polgármesteri hivatal ellen a kétnyelvű utcanévtáblák ügye kapcsán. A bírósági döntés november folyamán várható, de amennyiben ez nem lesz kedvező, a civilek az Emberi Jogi Európai Bíróságán tesznek feljelentést. Az RMDS-es marosvásárhelyi önkormányzati képviselők feljelentése kapcsán egyébként a városvezető nem volt hajlandó nyilatkozni, csak egy közleményt juttattak el a szerkesztőségünkbe. Sajnáljuk, hogy egyesek olyan közönséges manipulációhoz fordulnak, amelynek semmi köze a város magyar közösségének az érdekvédelméhez. Egyes jelöltek azt hiszik, hogy népszerűségre tehetnek szert, ha becsapják a polgárokat és feszültséget keltenek. Marosvásárhely polgármesteri hivatala nem tesz mást, mint gyakorlatba ülteti azt a tanácsi határozatot, amelyet megvitattak és elfogadtak a helyi önkormányzati képviselők, magyarok és románok egyaránt.